A közösségi oldalak bejegyzéseiben rengeteg helyesírási hibával találkozunk, vajon miért felejtjük el azokat a szabályokat, amiket megtanultunk és hosszú éveken át alkalmaztunk az iskolában. Erről és az év szaváról is beszélgetünk Minya Károly nyelvésszel. A közösségi oldalon már külön csoportokban gyűjtik a legnagyobb helyesírási hibákat. Bejegyzésekben, kommentekben és adok-veszek hirdetésekben ez sajnos egyre gyakoribb. Az ezt esszel írják, az itt szót pedig egy tével. De sokszor használják a kiejtés elve szerinti írásmódot akkor is, amikor nem azt kellene, így a fonetikus írásmód sokszor vicces helyzeteket szül. Általános iskolában sok-sok tanórát a tolbamondásra szántak a pedagógusok, mégis sokan elfelejtik az évekkel ezelőtt megtanult szabályokat. Ezek a hibák nem csak az olvasó szemét bántják, a helyesírásra a mindennapokban is szükség van, például egy hivatalos dokumentum megírásakor. És a témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese nyelvész. Jó napot kívánok, tanár úr! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy itt van nálunk. Tényleg egyre kevésbé figyelünk a helyes írásra? Nehéz így általánoságban megfogalmazni. Arra kell gondolnunk, hogy nem mindegy, hogy ki ír és hova ír, kinek szánja. Tehát kezdjük azzal, hogyha valaki ír egy SMS-t, vagy egy üzenetet küld a Messengeren, a Facebookon, ott ez magánkommunikáció, ott ha úgy gondolja, tele tűzheti helyesírási hibákkal, illetve ahogy jön, úgy írja a szavakat, ez elfogadható, hiszen... Saját igényességének megfelelően. Igen, ez, és akinek ír, nyilván azt se fogja szóvá tenni. Azonban abban a pillanatban, hogy egy ilyen írás a nyilvánosság elé kerül, például a bejátszásban hallott Facebook oldalon, ott számítania kell arra, hogy idézőjelben megrovást fog kapni néhány olvasótól, hiszen a Magyarországon a helyesírásnak nagy a presztízse. Gondoljunk csak arra, hogy mi történik akkor, hogyha benyújtunk egy állásajánlatra egy pályázatot. Ezt nem én találtam ki, hanem nekem mondták, hogy ugye ma már így nevezik a személyzet is, hogy HRS, befutott hozzá 100 ilyen pályázat, és abból 50-et rögtön félretett, és a legnagyobb megdöbbenésemre idézőjelben azért, mert tele volt helyesírási hibával. Kétség nem férhet hozzá, hogy az egyszerű emberek, hogy mondjam, szóval akik nagyon tisztességesen földön gazdálkodnak, dolgoznak nap mint nap, és csak egy képeslapot írnak egy évben egyszer, ha valamit kiírnak az udvar vagy a kerítésükre, hogy valami eladó és abban hiba van, én azt nem rovom meg. De abban a pillanatban, hogyha valaki egy A4-es lapra kinyomtat valamit és hibásan írva, és az olyan hiba, hogy többen észreveszik, mert ugye az egybekülönírásban valóban sokszor van, hogy külön írják, és azt nem sokan veszik észre, és ezt kijavítják, és szóvá teszik, azt el kell fogadni. Hát ott van például ugye az ezt, amit ugye nem hallás alapján kell leírni, hanem teljesen máshogy. Tehát ugye gondolom az ilyen alap dolgok azok, amik eléggé idegesítőek tudnak lenni, de azt mondta, hogy nagy a presztízse. Tényleg ezt tapasztalja, hogy akkor nagy a presztízse a helyesírásnak? Igen, és például én abból is láthatom ezt, hogy például nagyon sok helyesírási verseny van minden szinten. Itt a megyében az apácai helyesírási verseny már több mint 30 éve, országosan az általános iskolásoknak van a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, Budapesten az ELTE-n, Szegeden van az Implom József verseny a középiskolásoknak, sőt, most már második éve rendezzük meg a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a korrektor versenyt, ahová több mint 80-an már bejelentkeztek az ország minden pontjáról korrektorok. Akkor lehet, hogy csak azért tapasztaljuk azt, hogy egyre kevésbé fontos a helyesírás, mert hogy egyre nagyobb felületet kap valakinek az írása. Lásd például ugye a Facebook. Így van, tehát ez a Facebook, ez egyértelműen ezt mutatja, hogy egyre többen írnak, nem biztos, hogy jó helyesírással, és nagyon sokan olvassák azt. Ez először még a különböző reklámújságokban mutatkozott, de ingyenes szórólapokban, ahol megint csak
előfordulhattak hibák, de itt a Facebook ez valóban mindenki számára ott áll lehetőségként, hogy írjon, és hogyha nem magánüzenetben ír, akkor bizony illenék a figyelni a helyesírásra, hiszen ezt olyanok is el fogják olvasni, akik erre nagyon igényesek. Én nem bosszantom föl magam természetesen, nem idegeskedek, nem szoktam mondani, hogy nem kell. Az írójáról állít ki bizonyítványt. Régen szokás volt tolba mondani az általános iskolában. Megvan ennek a szokása még most is? Természetesen végül is ugye a két alapvető módszer a tolbamondás, illetve a helyesírási tesztek feladatlapoknak a kitöltése, de azt hozzá kell tenni, hogy nyilván ez is a digitalizációval modernizálódhatott. Például különböző internetes folyóiratok, lapok föntartanak helyesírási totókat, és ez odavonzza az embereket. Tehát nagyon sokan szívesen kitöltik, az már említett irodának a honlapján is van egy ilyen helyesírási totó, úgyhogy ezzel kiegészült, de mindenképpen hozzá kell tenni, hogy a jó helyesíráshoz hozzátartozik az, hogy sok igényes szép irodalmat vagy egyebet kell olvasni. Az oktatási módszertanról már volt szó ebben a műsorban, a helyesírásnak az oktatási módszertanával. Minden rendben? Én azt mondanám, hogy olyan szempontból minden rendben, hogyha az általános iskolában, hogy mondjam szépen, olyan diákok ülnek, akik befogadóak, nem csak a matematikára, nem csak az irodalomra, a fizikára, hanem a helyesírásra is, és egyébként ezeken a kisebb-nagyobb versenyeken főleg a lányok szoktak megjelenni, tehát valahogy a lányokhoz közelebb áll, úgy látszik az, hogy szívesebben figyelnek a helyesírásukra, de mindenképpen fontosnak tartom. Viszont azért hála jó Istennek, a technikának van egy olyan áldásos hatása, hogy ki tudja javítani, hogyha mi éppen nem írunk túlságosan helyesen. Ugye az Office is ajánl fel különféle lehetőségeket. Ez viszont azt eredményezheti, hogy kikopik könnyebben az agyunkból a helyesírás, és akkor, amikor már kézzel szeretnénk írni, akkor nem jön automatikusan. Teljesen így van, azért az alapvető hibákra így van a szövegszerkesztő felé a figyelmet, de figyelni kell ott is, mert a helyet és a helyett is egy tével és két tével is jó, és el fogja fogadni, tehát muszáj azért jól átnézni is. Valóban a kézírás, hogy úgy mondjam, visszaszorulása azt is okozhatja esetleg, hogy ennek a könnyítésnek, valamint az, hogy csak ritkán írunk kézzel, ez bizony kikopik a tudatunkból, a gondolatainkból, a tudásunkból, holott azért erre mindig szükség volna. El kell temetni a kézírást? Én nagyon bízom, hogy nem, hiszen az sok egyéb készségnek a fejlesztését szolgálja. Tőlem hozzáértőbbek szokták elmondani, hogy mi mindennek az olvasás és az írás tanítás tudói. Önnek új könyve jelent meg, méghozzá sorrendben immáron a harmadik, Új szavak 3 címmel. Egy kicsikét meséljen róla, hogy mit tartalmaz, milyen új szavakról van szó. Igen, ez már a harmadik kötet, és tulajdonképpen úgy mondanám, hogy 7 évente jelentkezem ilyen kötettel, jó sokáig válogatom a szavakat, nagyon fontos, hogy minden stílusrétegből hozzak bele kifejezéseket, ne csak a műszaki, ne csak a slang, hanem bármilyen egyéb stílusrétegből. Tulajdonképpen ez a szótár az élő nyelvet mutatja be, neologizmusokat, új szavakat, sokan úgy olvassák, hogy nem is hallották még azt a szót, holott számomra most áldás az internet és a digitális kommunikáció, én minden szónak utána nézek, hiszen úgy épül fel egy szócikk, hogy megadom az adott kifejezést, mondjuk legyen az, hogy kimaxol, és aztán megadom, hogy körülbelül hányszor fordul elő az internetes keresőben, ezután megadom a szófaját, és megadom azt, hogy milyen szóalkotási móddal keletkezett, ez a maximum szó rövidítésével, egy igeképző hozzátoldásával, plusz az elején még kapott egy igekötőt is, úgyhogy ez egy érdekes szóalkotási egyesülés, hogy úgy mondjam. Ezután következik a szó jelentésének a megadása, kihozza valamiből a maximumot, és végül egy példamondatot hozok ugyancsak az internetről, ami még egy plusz információt ad ehhez. És számomra érdekes, hogy ez kezdetben bizalmas stílusú volt, de egyre többet olvasom a napi lapokban is ezt a kifejezést. Na ez lett volna a kérdésem, hogy egyáltalán arra van valamilyen fogalom, hogy honnan jelenhet meg, hol van a csírája egy ilyen szónak?
Nagyon sok természetesen a digitális kommunikációból, gondoljunk arra, hogy kis túlzással naponta születnek okos előtagú összetételek, például okos zebra, Nyíregyházán is van jó néhány belőle. Ez azt jelenti, azért kell egybeírni, mert az okos itt azt jelenti, hogy digitális alapú és több funkciós, de azon kívül a diák nyelvben, ugye nap mint nap születnek új szavak szlengben, pénzügyi kifejezések, sajtónyelvi, aztán Brexit tárgyalás a politikai nyelvből, nagyon-nagyon sok kifejezés születik, és nagyon sokszor kicsit ironikusak, például a nejlon celeb, ugye ez a celebet már egy fokkal lejjebb minősíti, de ez a népszava, úgyhogy idézőjelbe és külön írva, ők alkotják, a mindennapi nyelvhasználók is nap mint nap alkalmaznak a szóbeli kommunikációban is neologizmusokat. És azért vannak itt olyan szavak, amelyek az évszavai lettek, az év antiszava, ifjúsági szava, költői szava. No, ezekről áruljon el. Az évszava például a fényvillamos. Így van, azért háttérinformációként hadd mondjam el azt, hogy az már említett magyar nyelvi szolgáltató iroda immár 6 éve hirdeti meg, és direkt valami pozitív szót keresünk. Az idén a tavalyira vonatkozóan nagy volt a vita, hogy a klíma valamilyen előtagú összetétel legyen, de mivel ez túlzottan átpolitizált, tehát ezért ezt a pozitív fényvillamost választottuk, pozitív kisugárzása, tartalma legyen, és ugye ezzel ellentétes az év antiszava a horror kavraván, ugye egy vontatót, egy autószállítót, vontató, tehát ami legalább 6 autóval van megrakodva, aztán van az év ifjúsági szava, ez egybeírva mutimiteszel, az egyik kolléganőnk ezzel foglalkozik, a digitális kommunikációval ő ajánlotta. Természetesen nem baj, hogyha ismeretlen és kevesen tudnak róla, de érdekes. És végül mindig van az év költői szava, jelen esetben a boldogasszony csipkéje lett ez, ami a málnát jelenti, és tulajdonképpen egy tortát is elneveztek erről. Még egy kicsit a beszélgetésünk elejére visszakanyarodva, hogyha valaki a helyesírás, valakinek pedig a helyesírással kapcsolatban vannak kérdései, mondjuk egy adott szó nem tudja eldönteni, hogy most akkor mi a helyes, akkor önök tudnak segíteni. Így ugye? Van. Szakmai. Így van, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda e-nyelv.hu oldalon bárki föltehet egy kérdést egyet egyszerre, és egy napon, és 24 órán belül választ kap, hogy hogyan kell azt az adott kifejezést leírni. Érkeznek kérdések? Hogyne, naponta 10-től 25-ig, és nem is az, hogy érkeznek, hanem úgy mondanám, hogy nagyon profik kérdeznek. Tehát olyan választ kell nagyon gyakran adnunk, amire nincs precedens, nincs szabály. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.